Ezt bejövünk majd be már, és be is jöttünk már, ez a piros lámpa azt jelzi, hogy adásba vagyunk. Nem baj, folytathatjuk ezt a dolgot, Hammer Ferenc, médiaszociológus. Médiakutató. Médiakutató, médiajogász is van ideírva nekem. Az nem vagy. Az nem vagy egyetlen, nem, mert nem vagy drr vagy, de nem így. Igen. Igen, tehát hogy igen, mondjuk igen. Egyetemi oktató, igen. És leendő egyetemi tanár, nem? Most így azt kedvez neked ez a hátszél, amit az ötödik orvány. Ezt most inkább nem kommentálom, jó, ezt a dolgot. Jó, nem akarsz szerepeszni, nem ér, megértelek egyet. Csak az elkezdtünk is érdeklődik, hogy mi lesz most így, de hogy, mert hogy onnan indult a beszélgetésünk, hogy közösen voltunk, mindketten voltunk a Lopunk koncerten, ugye én közönséget képeztem, te pedig frontembert képeztél, és hogy ez... És én magammal vittem egy kedves ukrán házaspárt, amiknek egyik tagja orosz, és a fiú hyperpop zenész, amit én nem tudtam, hogy ez létező műfaj, de hogy egy olyan egy női hangra épülő trance, lakossági trance-et képzelj el, az, amikor a szintetizátorok pingpongoznak, tehát van borzalmas dolgot csinál, a csaj pedig koncert szervező, és meglepődve tapasztalták, hogy halk punk koncerten vannak, ami nem volt nekik megszokott, de hogy, és te hamarabb voltál punk zenész, mint egyetemi oktató. Hát igen, hát volt, én alapvetően ilyen amatőr zenész vagyok, még szerintem ma is, és hát azt gimnazista korába kezdi el az ember, úgyhogy akkor még viszonylag kevesen egyetemi oktatók, ha csak nem matematikus. Igen, én magam is emlékszem erre, én igen, tehát 15 évesen tör rá az emberre, vagyis hát akkor tört rám, ugye nekem abból a szempontból szerencsém volt, hogy én 1980-ban voltam 15 éves, amikor egyébként is elindult ez az őrült második nagy hullám Magyarországon a zenekar alapításra. Igen. Tehát a Beat nemzedékről ugye lekéstem, de ez az URH Control Európa kiadó beállkázott ki, meg te mondtad, nem, és az jó volt. És ez gyakorlatilag ugyanabban a felállásban vagytok? Vagy ez azért változott valamit? Nem, kicsit változott, de volt az első zenekarunk, a Bútorért, azt elég sokáig csináltuk, úgy 2000-ig, abból most hát a fele az itt van most ebben a zenekarban, igen. Az utolsó projekt, amire odafigyeltem hirtelen, az volt, amikor eljátszottátok az évforduló alkalmából a komplet Sex Pistols Nevermindot, és hogy ott említetted valahogy, ez nem olyan könnyű ám, mint ahogy azt gondolná az ember. Ugye, aki felületesen ismeri a punkot, az annyit tudja, hogy három akkord, és hogy nem tudnak zenélni. Ezzel szemben a valóság az, hogy pontosan azok a punk zenekarok, akik kezdték a Clash, a Stranglers vagy a Sex Pistols, azok végtelenül nagy zenei tudással rendelkező hangszeres embereket alkalmaztak. Hát a Steve Jones, ne haragudj, de az valami csoda, amit azon a darabban csinál. Nem azért fintorgok, nem tudom, őszintén szóval, igen, valószínűleg a Clashben is jó muzsikusok voltak. A Pistolsban, igen, persze ez egy nagyon képzett gitáros volt szerintem. És amiért nehéz például szerintem a Sex Pistols, az, mert hogy tulajdonképpen az egy áruhás Public Image Limited lemez. Csak ezt nem tudjuk róla. Tehát, hogy abban vannak olyan számok, amiket, hogyha beraktak volna egy kettővel későbbi Pill lemezre, akkor senki nem mondta volna, hogy ez hogy kilóg. Aha. Csak mondok egy példát, például a Submission. A Submission, ez valahogy kilógott, az a Szekvisztalat lemezről lógott ki. Hát lehet, hogy kilógott, de hát ez mégiscsak ott van azon a lemezőn. Igen. És aztán tulajdonképpen, hogyha megnézed a Problems című számot, az is egy ilyen kántáló, soha véget nem érő. Igen. Én kb. 30 évig abban a kényszerképzetben voltam, vagy eltévejedésben, hogy ez egy nagyon unalmas szám. A Problems. Igen. Aha. És aztán tulajdonképpen most jöttem rá, nemrég, az elmúlt hónapokban, hogy ez egy ilyen nagyon grúvos szám, és tulajdonképpen, hogyha az ember úgy nézi, hogy ez egy Pill szám, tehát egy Public Image Limited szám, akkor onnantól kezdve ez egy fantasztikus menetelés, aminek tétje van. És aztán az, hogy ez mennyire nehéz vagy könnyű eljátszani, őszintén szólva, hát ugye egyrészt most
ez így, hogy mondjam, ez ízlésbéli kérdés, hogy akkor, amikor valaki feldolgoz egy számot, akkor mennyire köti magát az eredeti verzióhoz, mi azt szoktuk csinálni, hogy mi nem művészkedünk, hanem megpróbáljuk eléggé hasonlóan. Ezt tegyük hozzá, csak nem mindenki, talán majdnem mindenki, de még mégsem mindenki ismeri a lopunk munkásságát. A lopunk alapvetően feldolgozásokat, van klasszikusokat, játszik a Divótól kezdve a Pistols, Dead Kennedys. Egy kiváló saját számot. Te egy van most a repertoáron? Az Ülni fogsz. Amit ismernek a Klub Rádió hallgatói, ez itt elhangzott, és ha talán azt veszik észre, hogy ez a hang nem az a hang, amit ott hallottak, az azért van, mert hogy ugye ott egy hölgy. Igen. Én nem is tudom, hogy ő akarja, hogy publikus legyen, nem akarja, úgyhogy nem is akartam mondani, mint egy hölgy, aki énekli el ezt a számot, ami szám, nekem úgy tűnik például, hogy tudatos prozódiás hibákkal van teletömve, hogy a sorhosszok, a szótagszámok, a rímek, az egész ilyen írni végül rettív idegesítővé teszik ezt a számot nekem, míg nem jön a feloldás a refrén, hogy ülni fogsz, de hogy tehát az oda rakva rendesen. Mert ezt hallottam előtte 28-án, amikor te énekelted, ugye akkor te igen. Most hallottam, ahogy a hölgy énekelte, és az nagyon-nagyon kevés hiányzik ahhoz, hogy sláger legyen. Aha. Csak annyi kéne, hogy egy kicsit hozzányúlnék a szöveghez, mi ez az én szakmám. Nem, igen, folytassuk. De ez megszületett, ez a saját szám. Szóval, hogy visszatérve a például, hogy milyen könnyű vagy nehéz mondjuk egy Pistolst lejátszani, az egyik az, hogy mindig, bocsánat, akkor máskor onnan kezdem. Tehát, hogy mindig azzal szoktak bennünket foclizni, hogy ne menjünk az X vagy az Y fesztiválra, mert hogy mi coverband vagyunk, tehát feldolgozás zenekar. És akkor elég sok ideig tartott, és nagyjából picikét sikerült kimászni ebből a krecliből, mondván, hogy szerintem hogyha igazán meg akarod mutatni azt, hogy te ki vagy, vagy mi vagy, akkor szerintem játsszál egy Sex Pistols, vagy így csinálj valamiből egy iróniát, vagy hogy vicceljél, és abból sokkal jobban meglátszik, hogy ki vagy, mint az, hogyha te elkezded séróból nyomni az alanyi költőségedet. Az eredetiség hajszolása egyébként, és ez nekem állandó vitám a gitárosunkkal, mert én a gitárosunknak, a Doki, a László Viktor, ugye, és Ándor azt mondja neki, hogy figyelj, a világon nagyon sok, nagyon jó számot írtak, most írjunk mi 10 nem olyan jót, hisz ott vannak azok a nagyon jó számok, és ezért vegyes nálunk a repet. Tehát azt csináljuk, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy a Viagra Boys-tól például nyomjuk a Research Chemicals-t. A Viagra Boys, az egy mekkora nagy zene. A Research Chemicals-t játszunk, a Troops of Tomorrow-t játszunk, és tettünk be dupla csavart is, hisz 3 meta számot játszunk, amiből eleve a Warhead, ugye, az már az feldolgozás. Úgyhogy ott a feldolgozását is játszunk, tehát, mert hogy ugyanezt érzem én is. Tehát, hogyha megnézed, hogy eljátsz az eredetiben mondjuk a UK Subs, aztán az Exploited, és aztán eljátszott te, akkor tud derül ki, hogy te ki vagy, mert az Oscar Wilde-nak van ez a mondása, hogy az emberek nem szeretik megmutatni magukról, hogy milyenek, de hogyha adjál nekik egy maszkot, és akkor onnantól kezdve a mozgban mindent el fognak mondani magukról, és sokkal és nagyon világosan fog látszani az, hogy ők kicsodák, meg micsodák, és mit akarnak mondani. Szerintem ez egy nagyon bölcs és nagyon frappáns gondolat, és szerintem ez nagyon jól látszik az ilyen jellegű dolgokban. Aztán persze olyan is van, hogy ott szoktam bosszantani, vagy nem tudom, én szemtelenkedni inkább ilyen beszélgetéseken, hogy hát mit tudom én, a Siff András sem hívjuk, mit tudom én, Mozart cover művésznek. Még a klasszikus, tehát mondjuk a fesztivál zenekarra sem mondjuk azt, hogy gyakorlatilag hát egy saját szerzeményük nincsen. Igen, szóval, hogy jól turnéznek. Szóval, hogy na mindegy, szóval, hogy ez egy érdekes dolog, de visszatérve... Csak zárójel, muszáj ezt hozzáfűzni, a pszichológia alkalmazza ezt egyébként, ez a szatír, nymfácska, maszk, és akkor elindul egyfajta, tehát nagyon érdekes módon a maszk mögött elindul egyfajta folyamat, ami rohadt érdekes, és elárul gyakorlatilag. Igen. Szóval visszatérve a pisztolszokra, azokat egyfelől ez azért nehéz eljátszani, mert nagyon könnyen lehet bele menni ebbe a majomkodásba. Tehát, hogy amikor az ember a
a Rottent próbálja utánozni, ugye? Tehát, hogy az egy olyan, az nem könnyű egyrészt. Ezért nem alakult meg a második Sex Pistols, tudod, nagy a kedves Schmidlibben kevesen tudják, de például Who Killed Bambi és a pár számot énekel egy csávó, aki az énekes lett volna a Sex Pistolsban, amikor ugye Rotten lelépett, és pont emiatt nem, mert ő aztán pont ezt a majomkodást csinálja egyfajta Rottenebb a Rottennél típusú dolgot, és a McLaren jól érezte azt, hogy ez nem fog bejönni. Igen, és a lényeg, tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy, és hát ez különösen az élő, tehát amikor az ember élőbe játsza, akkor hát ugye hiába tanuljuk meg ezeket hideg fejjel, kidekázva a riffeket, meg mit tudom, de amikor élőben van, meg minden, akkor mindig így elviszi az embert a lelkesedés, és ilyesmi, és például nagyon cseles dolgok vannak ezekben a számokban, tehát pont a Submissionben és pont a Problemsben is, hogy vannak olyan verze szövegek, tehát a verze részek, tehát amikor elvileg, tehát ott van egy rendes verszak, csak éppenséggel a refrénnek a zenéje van alatta. Tehát a refrénbe kell bele szövegelni a verszakot, amitől az embernek tényleg így ketté áll a füle, hogy ez hogy lehet. Hát, szóval azért mondom, hogy tehát ezek tényleg nem hárnak. Ezt alkalmaz egyébként a kiváló, az egyik kedvencem a La Polla Records, ez egy baszk punk zenekar. Sajnálatos módon nem ismered, aki ugyanezt alkalmazza, hogy de hogy azt csinálja, hogy a refrén az gyakorlatilag a verze kinyitott verziója, tehát hogy egy lefolytott, és olyannak tűnik, ez egy nagyon érdekes apróság zeneileg, hisz azért ültünk össze, hogy a választás eredményéről beszélgessünk, ez egyértelmű, nyilvánvaló mindenki számára eddig is kibontakozott, de ez fontos volt tisztáznunk, mert hogy azért ezek a fontos dolgok. Azért lássuk be igazából. Hát ez is fontos dolog. Ez is fontos dolog, de én úgy gondolom, hogy ezek az igazán fontos dolgok, tehát, mert hogy 500 év múlva, akik itt fognak ülni, azok biztos a Sex Pistolsot tudni fogják, hogy kicsit a Mészáros Lőrinc, hát, meg nem. Én nem, azért, figyelj Imre, azért, szerintem azért az van, hogy ebben a gondolkodásban, amit mondasz, természetesen nyilvánvalóan benne van az minden épeszű embernek az a vágya, és az az álma, hogy az ő személyes életvilágában jól menjenek a dolgok. Tehát az, hogy meg legyenek azok a viszonyok, meg legyenek a szeretteik, meg legyenek kötődések, kötött az embernek, közben legyenek választási lehetőségei. Tehát nem olyan bonyolult, hogy mi kell szerintem a boldogsághoz. Na most viszont, és ilyen értelemben persze egy fantasztikus élmény játszani ezekkel a haverokkal ebben a zenekarban. És tényleg ebben, tehát az életvilág nagy kanállal iszonyatosan jók a próbálni annyira vicces, tényleg, ahogyan ezek ordibálnak egymással, meg röhögnek egymáson. Tehát ez testbolondokkal álltál össze. Meg azért az úgy van, hogy például ezek közül ketten, ezek ilyen már szerintem még az óvodában is együtt jártak már. Tehát a basszerünk meg a dobosunk. Tehát ilyen... Az fontos. Szóval, hogy na mindegy, tehát ez egy de is most olyan nagy, de csak hogy én emlékszem, hogy ez volt a Duma 85-ben is, meg 86-ban is. Ez volt az a Duma, amire én, mert ugye 27 éves voltam, amikor volt a rendszerváltás, amire én kb. Be voltam rendezkedve. Tehát én ott volt a kezemben egyszer egy elég nagy összeg, és Párizsban voltam vele, mert hogy valami pénzt kellett innen oda vinni, és akkor úgy fölmerült bennem az a lehetőség, hogy hát tulajdonképpen akkor voltam, mit tudom, 22 éves, hát itt az idő most vagy soha, és hát így elröhögtem magam, hogy hát Isten, vettem belőle egy jó pulóvert, az volt, hogy ha már én vagyok a pénzszállító összvér, akkor legalább veszek egy jó pulóvert. Na hát ez volt. Tehát, hogy meg se fordult a fejembe, hogy elmenjek, és egyszerűen azért, mert azt gondoltam, hogy én megmajmolom ezeket a komcsikat, mert hogy én ott voltak az iszonyatosan jó barátaim, tehát tényleg azóta is
nem egy közülük, aki mint most is a nagyon jó, legjobb barátom, és akkor azt gondoltam, hogy az, ez a viszony ezekkel a, ez az élet felülírja ezekkel az emberekkel, ez ad egy olyan mini univerzumot, ma talán buboréknak hívnánk, amiben én röhögök a rendőrökön, meg röhögök a Kádár Jánoson, meg, de tudod, mi is röhögtem? Tehát őszintén szóval, például amikor azt mondják, hogy agyamban kopasz cenzúra, azon is röhögtem. Mert hogy azt éreztem, hogy ez valahogy a negatív lenyomata. Ez érdekes, amit mondasz. Annak, amit én utáltam. Tehát és a negatív, tragikumát nem tudtad átélni? Nem, egyáltalán. Egyáltalán, és hát jó sok idő eltelt, tehát még a 90-es években eltelt, amikor én is meglepődtem azt, hogy mennyi besúgó volt, az, hogy hogyan, akkor tehát az, hogy hogyan lett, hogyan történt az, hogy emberek belenyomorodtak a szocializmusba, az nekem egyszerűen, hát ugye az volt, hogy ebbe születtem bele, és azt hittem, hogy hát ilyen az élet, tudod. Ez azért furcsa, mert ugye 2 évvel vagyok fiatalabb, tehát én 65-ös vagyok, ugye ezt gondolom 2-re. Te inkább Orbán korosztálya vagy, elsősorban én egy kicsit fiatalabb, és hogy ez nekem érdekes módon, ez nagyon korán megvolt ez a része. Talán azért, mert családi érintettség, meg a legendák, amik ott a te környezetedben vannak. És én el is indultam 82-ben innen, tehát én nagyon komolyan vettem ezt, hogy el innen, csak cserbe hagyott a társam, és nem mertem. Fiatal voltam baromra, és egyedül nem, 17 éves voltam. Aha. És egyedül nem mertem tovább menni, de hogy bennem ez végig is. És nagyon furcsa módon, pont a kopaszcenzor, vagy az ismeretlen katona, vagy ugye ezek, nekem ezek nagyon mélyen ütöttek ezeknek a daloknak a tragikuma. Mi nevettünk ezen. Aha. Tényleg. Tehát nevettünk ezen. És most? Most már nem nevetek. Nem, hát egyszerűen azért, mert hogy megtanultam az irodalomból, meg a társadalom történetből, meg a szociológiából hogy milyen őrületes következményei vannak a szabadság megvonásának. Tehát, hogyha nincsen szabadság, akkor van helyett egy csomó rossz dolog. És az az állítás, mi szerint vannak népek, például a miniszterelnök állítás, ez milyen kis az, ami fél-ázsiai és csak az erőből ért, és hogy direkt ezeknek rosszat tesz a szabadság, például a kínaiakra mondják ezt, például akik pártolják a mostani politikát, stb. Oroszok, az nem igaz? Hát figyelj, ezek olyan mértékű általánosítások, amikben... Szóval, hogy mondjam, ez itt ilyen lépték problémák szoktak, vannak ebbe. Tehát bizonyos típusú csoportokról, vagy emberekről tudok nyilatkozni szerintem, de hogy úgy, hogy most akkor a kínaiak meg a magyarok... Értem, minden, tökéletesen de, értem ezt tehát, a hogy, dolgot, de azt gondoljuk, tehát, hogy a szabadság egy általános érték? Hát figyelj, úgy van, hogy a szabadság, annak akkor van értelme, van hozzá kötődés is. Tehát kötődés és kapcsolata, hogy ahogy az általam nagyon-nagyon tisztelt Ralph Dahrendorf, német szociológus mondja, az élet esélyek azok, amik az embert bedrótozzák a világba. Tehát az, hogy milyen esélyekkel csinál micsodát, és az élet esélyek azok a választási lehetőségektől, tehát a szabadságtól függenek. Tehát lehet szabad, és, ha akarsz. És emellett a kötődésektől, a kapcsolatoktól. Mert ha van kötődés és kapcsolat, de nincsen szabadság, akkor az egy elnyomás, és hogyha meg van választási lehetőség, de nincsen hozzá semmilyen kapcsolat, mert hogy csak az a választási lehetőség, hogy hamburger vagy hot dog, akkor az pedig egy sivár üresség. Amit ugye megint csak megénekeltek a minden regényírók, stb. És hogy, de hogyha van szabadság és kötődés, kapcsolat, akkor ott van esély, hát egyszerűen a boldog életre. Most. Jelenleg ugye, ha jól értelmezem, és most végig gondoltam ezt ebben a sorsomat, abszolút kötődés van. Nagyon érdekes a szabadság hiánya egy ilyen szituációban, mint a miénk. Hisz itt ugye
nem az áll fenn, mint a létező szocializmus általunk ismert változatában, hogy, hogy az önkifejezés, hogy a megjelenés, az alkotás, a publikáció valamilyen módon akadályoztatva van, hanem itt, itt inkább azt jelenti, hogy jelentéktelenné lett. Tehát mindenféle ilyen értelmiségi bizbasz, amit csinálunk, tehát, és a művészetet beleértem ez alatt, abszolút, viszont a döntés, a döntéshozatalban nincs. Igen, de az az igazság, hogy itt ezt azért, hogy mondjam, megint csak nem fogadnám el egy ilyen fejünk fölött lebegő ilyen természeti jelenségnek, mert például az, hogy mi a helyzet ezekkel a dolgokkal, tehát a szabadsággal és a választási lehetőségekkel és a kötődésekkel, az többek között attól is függ, hogy, hogy milyen társas viszonyokban, tehát milyen módon folyik erről a beszéd, és milyen fajta élmények vannak erről abban a közösségben, amit most itt nevezzünk a magyar nemzetnek, hogy vannak-e megragadó, vicces, elgondolkodtató élmények, és itt mondom, tehát itt a szórakozástól a politikai megrendülésen át a művészeti katarzisig mindenről beszélek, és hogyha, és mert enélkül ez a dolog, amiről beszélek, ez nem képzelhető el, és akkor hát ugye itt bújik ki belőlem a médiakutató, tehát az, hogyha egy nagyon különös módon legyalult média rendszerben élünk, amiben például nekem a legérdekesebb dilemma, hogy ez a fajta beszéd, amit most mi is csinálunk, ez még nem nagyon létezik, és ráadásul az pedig még kevésbé, hogyha itt most úgy körülbelül nem ugyanaz bégetnénk ketten, mert ugye eléggé ugyanazt mondjuk egy csomó mindenről, hanem úgy keményen vitatkoznánk bizonyos dolgokról. Mert ez egy nagyon instruktív dolog, tehát ebből nagyon sokat lehet tanulni, ez nagy élmény egyébként, egy jó vita szerintem az egy tök jó élmény. Na most ez az, amit hát most felnőttek most már olyan szavazóképes generációk, akik ők még soha az életükben nem láttak ilyet magyar nyelven szerintem. És ezzel a nem is tanulták meg egyébként, de ez azok általános, tehát úgy gondolom, hogy nagyon nehéz vitatkozni anélkül, hogy lenne vitakultúra olyan szinten, hogy például az az egyszerű, tehát ezek az egyszerű közhelyeket belást, hogy tehát, hogy az, hogy a vitatkozol azzal, amit én állítok, és én vitatkozol azzal, amit te állítasz, az nem jár azzal, hogy akkor gyűlöllek is emiatt. Hát ezek az apróságok, amiket nem tudunk egyszerűen. Igen, de szerintem ez a vitakultúra, ez nyilván nem, tehát ez sok helyről származik. Hogyne? Minden került szerintem otthonról származik, ami egy jó hír is, meg egy rossz hír is egyszerre. Tehát a két rossz csont gyermeket neveltünk föl a feleségemmel, és hát ebben a kis N-egyenlő kettő méretű kis csoportban ez eléggé jól látszott, hogy mindaz, amit én korábban tanultam, mint szociológia szakos hallgató a szocializációról, meg hogy mi, hogyan nő a kis emberből, hogy lesz nagy ember, és hogyan lesznek neki értékei, normái, kötődései, hogy az milyen köze van annak ahhoz, hogy hogyan beszél az ember. Egyrészt a gyerekével, másrészt a gyereke előtt mindenkivel. Tehát a házastársával, vagy a benzinkutassal, vagy akárki mással. Na most ez munka bizonyos értelemben, különös tekintettel arra, hogy a normáknak az egyik legfontosabb jellegzetessége szerintem az, amit az ember akkor is csinál, amikor nem látja senki. Uh-huh. És ez ugye, nagyon izgalmas kérdés. És amikor az ember inkognitóba tud maradni. És hát ugye ilyen szempontból ugye a gyerekekkel való foglalatoskodás, tehát hogy az ember neveli a gyerekét, az nagyon sok emberben szerintem azt a tévképzetet ébreszti, hogy akkor itt most nem látja senket, most kis majom csak nem fog beköpni, ugye? Hogy én most tulajdonképpen amikor kérdez valakit valamit, akkor azt mondom neki, hogy már jó, most majdnem valami rondán elkáromkodtam magam. Szóval, hogy tehát, hogy
Szóval ez az inkognitó, illetve az, hogy az ember akkor is betartja a normákat, amikor senki nem látja. Egyébként hát erről tartottam a habilitációs előadásomat már jó régen, hogy például az autós közlekedés. A klasszikus orpiszkálás a piros lámpánál. A orpiszkálás a piros lámpánál, és nekem az egyik nagyon fontos ilyen demokrácia modellem a körforgalomba való viselkedés. Tehát, hogy ugye mindenki vigyáz az autójára, mert hogy hát mégiscsak az egy X6-os, stb. Nehol sokba volt, nagy legyen róla. És éppen ezért az emberek fontosnak tartják indexelni, például amikor autópályán közlekednek, ugye? Mert hogy nehogy már véletlenül. Igen, ám csak amikor ugye bemennek a körforgalomba, és a körforgalomból kimennek. Ez a fontos esemény. Tehát akkor kimész, akkor indexelsz? Kell indexelni, és ugye itt nem csak azért kell indexelni, mert rend a lelke mindennek, hanem azért is, mert ezzel teszünk egy gesztust annak, aki ott a következőnél vár, hogy be tudjon jönni. Igen, akivel mi kontaktálni nem fogunk, nem de fogunk. Ő látja, mit igen, csinálunk, tehát, és ebből neki következik. Így van, na most, és ez a kis mini esemény, ez a kis 2 másodperces mini esemény, hogy teszek neki egy olyan gesztust, amit ha nem teszek meg, akkor nem tud rajtam leverni. Na most szerintem 10-ből 3 ember indexel kifelé. Ó, ezt nem figyeltem még meg, de... Tehát onnan tudom, ugye, mert hogy amikor megyek egy körforgalomba, és nagy a forgalom, akkor én ott állok, és ilyen kuplunggáz izével, hogy akkor beugrok a kis Nissanommal, és már jönnék, és látom, hogy akkor kikanyarodik, de nem indexel, ugye? Mert akkor én már pont befértem volna. Szóval, tehát, hogy figyelek, és ez egyébként... kicsit akkor hasonlít az, hogy a Stráda melletti büfében nem árulunk romlott tonhalas szendvicset azon az alapon, hogy úgyse tud visszafordulni. Hát igen, olyan is lehet. Meg a... Szóval szerintem ezek nagyon fontos, tehát nagyon fontos normák történnek ezekben a dolgokban, és itt az anonimitás egy fontos kérdés, tehát hogy ugye ezeket az ilyen mindennapi ilyen demokrácia gyakorlatokatnak szoktam ezeket nevezni, ezeket szoktam tanítani a külföldi diákoknak is, Erasmus diákoknak jönnek, és jönnek hollandok, meg minden is. És kérdezem tőlük, hogy és nálatok szoktak úgy indexelni a körforgalomba? Hát ez mondja, ja, igen. Tehát, hogy 10-ből 9, igen. És ez otthonról jön, azt mondod elsősorban? Az indexelés? Hát szerintem, tehát hogyha ezt ilyen képes beszédnek igen. tartjuk, akkor persze. Igen, tehát hogy, és akkor ez ilyen, hát most az az igazság, hogy most egyik homályos fogalmat egy másik homályos fogalommal akarom megmagyarázni, akkor azt mondanám, hogy ez egy kicsit olyasmi, mint a... Tehát az ember bízik abban. Tehát az van, hogy bízik abban, hogyha szembe jön egy ismeretlen, akkor az nem egy áruhás gorilla például, aki most le fogja tépni a nyakkendőmet a nyakamból, hanem úgy azért széle hossza egy alapon, ez mégiscsak ez egy ilyen ember, akinek van valami igen, ilyen alapvető tiszteletre, méltóság, vagy ilyesmi. Igen, de itt lép be az előítélet nagyon szépen ebbe a képbe, uh-huh. hogyha az, aki ott szembe jön, az kínai cigány, nigériai, vagy stb., akkor más fog gondolni róla. Persze, igen. Teljesen nyilvánvaló. Meg számít a persze, számítanak az élmények, számít a közbeszéd, és azért mondom, ebből a szempontból nem tudok elmenni amellett a dolog mellett, hogy ezeknek a kérdéseknek a karbantartása, amiről most itt beszélünk, az egy nagy, vastag, robusztus média feladat. Mert hogy igazából hol tudunk beleavatkozni bármilyen szinten is az otthonról hozott dolgokba? A tévével, televízióval. Hát most már lassan nem. Most már az internet inkább, de jó. Nem, szerintem nem az. Tehát az nem internet néznek, az néznek még tévét az ember? Nagyon sokan néznek tévét. Nagyon sokan néznek tévét. Tényleg. A
fiatalok csak streamelnek már. De most nem a fiatalokról beszélek, hanem az, úgy általában az emberek. Az emberek. Az emberek néznek még tévét. Nagyon is néznek tehát tévét. Tehát iszonyatos pontos, hogy mi van abban a tévében, amit néznek. Így van, így van. Erre például lehetne egy tudatos, akár mondjuk kormánystratégia, hogy ezt figyelembe véve mi megpróbáljuk jobb fejekké tenni hát, az állampolgárunkat? Az az igazság, hogy ez tehát mindenhol, azokban az országokban, ahol mondjuk Európában, ugye a nyugatabbik oldalán, ahol indexelnek ki. Ahol indexelnek, ott bocsánat. Ott nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy kormánystratégia, nem, az úgy van, hogy van egy független közmédia, amelyik ugyan közpénzből van fönntartva, de annak a működésének az első számú jellegzetessége a szerkesztői függetlenség. És ők önmagukban is el tudják ezt dönteni, hát, hogy mitől lesz jobb ez az igen, ország. És természetesen mindig vannak próbálkozások, és tényleg azért unom már ezeket a beszélgetéseket, mert amikor most beszélek a skandináv közmédiáról, vagy a britről, vagy a franciáról, vagy a németről, és akkor mindig előjönnek az, hogy igen, és milyen volt az, amikor a miniszter megpróbálta, meg milyen volt az, amikor beugrottak a fake newsnak, de tényleg szóval mindegy. De a lényeg az, hogy itt alapvetően ezeknek az intézményeknek a működésében, azon kívül mondjuk, hogy a legjobb szakemberek dolgoznak ott, ami önmagában is már az jelent valamit, és folyamatosan van egy ellenőrzés. Tehát évről évre, két évről két évre vannak felülvizsgálatok, mert egy a közszolgálati média, ez megint csak egy nagy félreértés, hogy hát azt nehéz definiálni, hogy mi a közszolgálati média. Egyáltalán nem nehéz. Manapság az Európai Unióban mindenkinek le kell írni körülbelül 10 pontban minden média rendszerben, mint egy bevásárló lista a csülkösbab főzelékhez, hogy, hogy nekünk mi a fontos, lehetőleg fontosság is, sorrendben. Ott van 10 darab, aha. 15. Ez a public service remitnek szokás. Hogy néz ez ki, mondjál példát, hogy hát például világos legyen. Tényekkel kapcsolatos folyamatos, elfogulatlan hírszolgáltatás. Akkor a társadalom sokszínűségének a plasztikus és gazdag bemutatása. Vitáknak a bemutatása, gyerekek, stb. Mm-hmm. Tehát ez így jaj, okay, értem. Társadalmi értékeknek a kiegyensúlyozott megmutatása. Szóval ez tehát semmi bonyolult nincs ebben. De közben. De a lényeg az, hogyha ez, tehát hogy mondjam, ezek és ezeket ellenőrzik, és hogyha az van, hogy ez nem történik meg, hogy rendszeresen mellé megy meg ilyesmi, akkor ott repül az illető, stb. Ez egyébként úgy is előfordult, hogy nem történik meg, hogy ez egy vakság belülről mindig van egyfajta hát vakság, ezért fontos mindig egy... Tehát ez a szokásos, nem tudom hány csak évenként... Csak már elszoktunk tőle, az a szörnyű, hogy ezt újra kell mondani. Nem tudom hány évenkénti review. Aztán meg önmagában például ugye Magyarországon is, hogy tehát ilyen szempontból, hogy miért így néz ki ez az ország a hiedelmeit, az értékvilágát, az informáltságát tekintve, az nem csak a vadállati hülye újságírókon múlik, akik ott kegyetlenkednek ezekben a szerkesztőségekben, hanem a szabályozókon is. Tehát a médiatanácsnak és a médiahatóságnak a vezetőjén, aki pontosan ugyanúgy benne van ebben a sztoriban, mert hogy falaz ezeknek, sőt cselekvően, hát ugye Klubrádió jó reggel. Észrevettük, igen. Cselekvően benne van ennek a média rendszernek a létrejöttében, és persze lehet, hogy ez média kutatói rövidlátás, mert lehet, hogyha agronómus lennék, akkor mindent vissza tudnék vezetni a belvizekre, meg a belvizek nagyon keveset változtatnak egy olyan családi dinamikán, ami mérgező. És közben meg egy tévéműsor esetleg igen, tehát azt nem feladata egy konkrét vészhelyzetbe beavatkozni, csak már talán a megelőzésben lesz szerepe. Szóval igen.
a média helyzet, mint ahogy ezt az Ülni fog című számban is, azért ugyanez a történet ott is, az ebben az egész történetben azért a főügyész szerepe kiemelt ebben hát a számban. Hiszen ugye pont az a funkciója, mint a médiatanácsnak lenne. Hát hogyne, persze, hogy. Úgyhogy ez tökéletesen, ez így ott van. Tehát meglepett téged az eredmény egyébként? A választási eredmény? Valamilyen szinten? Meg. Meg, ugye? Meg. Azt gondoltam, hogy nem fog meglepni, és azt éreztem, hogy meglepett. Meg. És nem őszintén... az, hogy győzött a Fidesz, engem azon belül az. Hát figyelj, az van, hogy tehát, ismerősök, barátok, kollégák, stb. Hát ugye mégiscsak én vagyok a szociológus, na hát akkor hogy akkor én mit tudok erről, meg mit van. És mondtam, tényleg nem tudok semmit, és leginkább azért nem tudok semmit se, mert annyira, én nem vagyok egy empirikus szociológus, tehát statisztikai adatbázisokkal dolgozó, stb. De annyit azért tudok erről, hogy ez egy nagyon érzékeny folyamat, amin keresztül az ember megszerzi ezeket az információkat a lakosságtól, ahhoz, hogy megbizonyosodjon ezekről a kérdésekről, amit föl akar tenni. Tehát, hogy és hát ugye olyan mértékben nem hajlandóak az emberek szóba állni közvéleménykutatókkal, kérdező biztosokkal, vagy ha igen, akkor hazudnak nekik, stb. Tehát, hogy régen mondják már közvéleménykutatók, hogy most már nincs is értelme a hibahatárokon gondolkodni, mert ez az egész úgy, ahogyan nem működik. Hibahatár az egész. És hogy éppen ezért én nem tudom, de természetesen meglepett, és hogy mondjam, és ami meglepett, az nem is az, hogy most akkor itt vagy ott, akkor megverték ezt meg azt, hanem az a nagyon sok olyan választókerület, ahol ez az ilyen 68-32, ja. Meg ilyesmi. Tehát amikor ilyen óriási nagy többsége van a kormánypártnak, és az az érdekesebben, hogy most ugye megpróbáltam úgy picikét úgy szellősebben olvasni ezeket a dolgokat, amik most itt megjelentek, mert én is annyit spekuláltam ezen, tényleg most egy kicsit meg kipörgetném a fejemből ezeket a dolgokat, de a lényeg, hogy amikor vannak ezek a bölcselkedések, hogy akkor 5 legfontosabb, 8 legfontosabb, 10 legfontosabb ezeknek a dolgoknak benne van, de szerintem azok az elgondolások, amik ezt egy egyszerű szocioló, tehát egy életmód problémává és egy élethelyzet, tehát hogy a nyomor és a kiszolgáltatottság stb. Szerintem ezeket a nagy számokat, illetve ezt a nagy különbséget, ezt nem magyarázza meg. Tehát ebben van egy csomó pont ezt nem magyarázza meg, hisz pont az lenne a lényeg, hisz ezek között, az életformák között, illetve a titülő között ez a nagy, tehát kirajzolódik. Tehát ugye én ezt az előbb így lemutítottam az írástudók és írástudatlanok döntésére ezt nem, az egész bár csak azért mondom, és pont az arányok azok ezt sugalják. Szerintem okay? Nem. Tehát szerintem itt ezt nem is tudom, valamelyik kollégám írta, igen, hogy ez egy olyan világ, amiben élünk, amiben fura módon nagyon sokfajta élethelyzet megtalálja a számításán. És ilyen szempontból bizony ez a 70-es évek életkádár rendszerére emlékeztet egy picikét, aminek az volt a lényege, hogy az újra elosztó államnak és a újra elosztó masinériának, mert ez több, mint állam, ez egy ilyen nagy rendszer, tehát az újra elosztó rendszernek, ha tetszik, valamilyen módon az aspirációkon, a terveken keresztül valahogy a részvényesévé sikerült tenni
a lakosságot szerintem a Kádár rendszerben, és azt hiszem, hogy most is valami ilyesmi van. Tehát, hogy ez hát egy, ez furcsa, én nem látom a Telket, nem látom a Wartburgot, és nem látom a háztáit. Az a baj, hogy ebbe a mostani rendszerben. Igen, csak az úgy van szerintem, tehát akkor, amikor valaki most úgymond a teli bevásárlókocsira szavazott, anélkül, hogy életébe tolt volna egy teli bevásárlókocsit, attól az még egy érvényes aspiráció, mert én is a Nastassja Kinskyre szavaztam 17 éves koromban. De nem ígérték meg neked, azt csak mondom. De most se lett megígérve, hanem úgy azt gondoltam, hogy akkor én a Nastassja Kinskyre fogok szavazni 17 évesen, tudod? Szóval, de nem. És pontosan ugyanúgy... Ez hogy tárgyasul ez egy Fideszre adott szavazatban, az a kérdés, a Nastassja Kinskyre? Pont ugyanannyi a valóság alapja neki. De ettől ő még szavazhat rá, mert én is nagyon, nagyon lelkesen szavaztam. Aha, igen, gyakorta, igen, ismerem ezt az érzést. Nastassja Kinskyre. Én konkrétan, igen, Marnyi Vladi, de mindegy. De hogy... és akkor előkerült a szexbiztos újra ebben a beszélgetésben, de hogy az a gondolod, hogy van, mert ez közben pont azt láttam a másik oldalon, hogy ehhez az kéne, hogy van egy sugallat, ami ott rezonanciára talál, és anélkül, hogy összevillan, csak összevillan szemünk, de nem beszéljük meg, és akkor te rám szavazol. Én ezt azért egészen sokkal dős papírral kibéleltednek látom ezt az egész történetet. Meg van benne ijeszgetés is, az is van. Ja, meg van benne. De mondom, tehát ez egy ilyen furcsa szivárvány koalíció, már úgy értve, hogy a narancssárga összes árnyalatában. Igen, a narancssárga 50 árnyalat. 50 árnyalatában szikrázó koalíció, amiben nagyon sokféle aspiráció belefér. Azt értem, de az a tény, hogy a legelmaradottabb és legszegényebb vidékeken győzött legnagyobb arányban a Fidesz. Ez a kiszolgáltatottság, és ez megint csak, de a lényeg az, hogy és itt van az eleje is, meg a vége is ennek a sztorinak, hogy ugye ez mind azon alapszik, hogy ez az újraelosztó rendszer logikáján alapszik, ami azért kell államosítani mindent, és azért kell központosítani mindent, stb., hogy ezt meg lehessen csinálni. Ez viszont addig működik, amíg van lóvé. Igen. Na most ugye 1989-ben elfogyott a lóvé. Sőt, már korábban igen, elfogyott. Igen, valószínűleg korábban. Igen. Már elfogyott a lóvé, de a lényeg az, hogy ez akkor lett világos. Sőt, kicsit később lett világos. De azt most megvárni, hogy elfogyjon a lóvé, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Ezt nem tudom, tényleg nem tudom. De, és nem is, hogy mondjam, tehát nem is szoktam ezen gondolkodni őszintén. Szóval most én azon gondolkodom, hogy hogyan lehet dolgokat megmenteni, olyanokat, amikre vigyázni kell. Ez nem könnyű feladatám. Tehát úgy értve, hogy ugye tudjuk, hogy Egyiptom műkincsei Párizsban jó helyen vannak, és biztonságban vannak, csak hát itt is valószínűleg hasonló helyzet áll fönn. Ha meg akarsz menteni valamit, el kellene vinni. Hát hogyha én most olyan helyzetekre gondolok, amikor azon itt maradok, és itt maradva próbálok megmenteni. Értem, hogy illetve nem én személy szerint, hanem tehát, hogy szerintem itt most átmenetileg nem tudom mennyi ideig, ez a legfontosabb dolog, hogy ami nagyon ki van szolgáltatva, és nagyon veszélyeztetett, és nagyon fontos nekünk, arra kell figyelni, és arra kell vigyázni. De ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy lehetséges, hogy a mentális egészségem, a párkapcsolatom, vagy a gyerekem jövője úgy menthető meg, ha innen elviszem. Most nem tárgyakról beszélek. Én se tárgyakról beszélek, mindenféle dolgokról beszélek. Ezért mondom. Intézményekről, itt megmenteni, egy oldalról, bármiről. Itt megmenteni valamit, az úgy gondolom, ez minden ember feletti feladat. Tehát úgy gondolom, hogy olyat válasz vele, amit nem biztos, hogy... De, hogy mondjam, tehát én nem azt... Figyelj, értem. Értem. Tehát annyit gondolom, és tényleg nem szoktam ezen gondolkodni. Azt gondolom, hogy szerintem, hogyha valakinek van lehetősége, és alkalma, és képessége, és tehetsége arra, hogy ilyen részt vegyen ebben a bizonyos leletmentésben, vagy micsodában, akkor abban vegyen részt.
a maga tehetsége ezt is. Ezt tökéletesen. És tisztessége értem. Szerint. Viszont én meg azt mondom, hogy lehetősége van annak, hogy az ő gyermeke egy normális helyen, normális körülmények között nőjön fel, az ne kockáztassa, hogy itt lesz-e ilyen. Tehát én azt gondolom, nem tehetjük meg a következő generációval azt, hogy nekik végén csinálni, és aztán ők a saját gyerekkel kapcsán gondolják ezt végig. Hammer Ferenc, szociológus, Hammer Ferenc, punkzenész, Hammer Ferenc a barátom, én meg Parakovács Imre voltam, és hát ezzel átadnám a szót azoknak. Mondhatnék még egy szót? Persze. Hogy nagyon örülök, hogy most itt voltam Imre, mert régebben is voltam benne nálad, még ott az Óbudai Klubrádióban, és megmondom őszintén, hogy egyszer-kétszer annyira dühös voltam rád, mert olyan majom módon szétdumáltál mindent, na. Hogy meg is fogadtam egyszer, hogy én soha többet nem jövök komolyan. Tehát egy épeszű mondatot nem lehetett elmondani, mert mindig közben megektél, hogy valami, és most meg úgy örülök, hogy ez nem így volt. Hát megöregettünk. A viszontlátásra.